Hare Krishna! Folytatjuk a Véda, a Kelet bölcsességű című könyv felolvasását és az élet tisztelete, Giriraja Swami írása következik. Omagyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Csaksúru Militamjéna Tasmai Srégora Vénamaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Butale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Placharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarina Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Az élet tisztelete Giriraja Swami írása. Előszó. A vegetarian, vegetáriánus szót a brit vegetáriánus egyesület alkotta 1842-ben a latin vegetus szóból, melynek jelentése teljes, épp, friss, eleven. A homo vegetus jelentése ennek megfelelően testben és lélekben épp ember. A szó eredeti tartalma egy filozófiai és erkölcsi értelemben kiegyensúlyozott életre utal, és nem csupán a zöldségek és gyümölcsök fogyasztására korlátozódó táplálkozás módra. A vegetáriánizmus lényege ezért nem a húsfogyasztás mellőzése, hanem sokkal többennél minden élet forrásának felismerése. És következzen a fejezet. Így van már megint. 1997 második felében Sri Bari B.R. Malhotra, a híres punai iparmágnás azzal a kéréssel keresett fel telefonom, hogy tartsuk előadást egy konferencián az élet tiszteletéről. Tekintettel Srila Prabhupada jó kapcsolatára a Malhotra családdal, akiket mindig csak jó barátainkként emlegetett, és mivel örömmel töltött el, hogy Krishna üzenetét tolmácsolhatom, elfogadtam a meghívást. A konferencia szervezők listája egyszerűen lenyűgöző volt. Különféle területek és kultúrák képviselői fogtak össze, hogy népszerűsítsék a vegetáriánizmust. A konferenciát Puna legelőkelőbb szállodájában rendezték meg, és a vallás, a politika, a tudomány, az üzleti élet, a társadalmi munka, sőt a katonaság elismert személyiségei váltották egymást a színpadon. A közönség sorait több ezer résztvevő alkotta a világ legkülönbözőbb tájairól. A program úgy kezdődött, hogy minden vallás képviselője elmondott egy rövid imát, invokáció gyanánt, majd a színpadon ülők közösen meggyújtottak egy szent lámpást. A neves előadók egyik a másik után azzal a kéréssel fordultak az emberekhez, hogy legyenek együttérzők, kerüljék az erőszakot és tiszteljék az élet minden formáját. Végül én következtem. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma önökkel, és szeretném kifejezni hálámat a szervezőknek, különösen kedves barátomnak, Sri Bari Malhotrának, valamint bátyjának, Sri S.P. Malhotrának, és az összes többi kiváló léleknek, akik a szervezésben segítettek és hozzájárultak e rendezvény nagy sikeréhez. Azért vagyunk itt, hogy ápoljuk és leróljuk az élet minden formája iránti tiszteletünket. A Bhagavad Gita, amely tudományos magyarázatokat ad a legfelsőbb lélek és a parányi lélek kapcsolatáról, elmagyarázza, hogy minden élet a legfelsőbb életből, Istenből árad ki, akit szanszkritul Krisnának neveznek. Ha tiszteljük Istent, magától érthetődően minden életet tisztelni fogunk, és ha szeretjük Istent, az is magától érthetődő lesz számunkra, hogy a tőle származó élőlényeket is mind szeretjük. Az Úr Krishna a Bhagavad Gita-ban kijelenti: Mama ivam so jiva loke, jiva bhuta sanatanah. Minden élőlény az én parányi részem, és mindannyian örökkévalóak. A Bhagavad Gita azt is elmagyarázza, hogy egy bölcsember minden élőlényre egyenlőként tekint. Pandita sama darsina, mert ugyanazt a lelket látja a különféle testekben. A lelki tanítómesterem, ő isteni kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupád gyakran fogalmazott így: testvériséget akarunk, de mit jelent az, hogy egymás testvérei vagyunk? Azt jelenti, hogy ugyanaz az apánk. Csak akkor születhet meg a valódi testvériség, ha felismerjük, hogy Isten a legfelsőbb atyánk.
Ez vezet el bennünket oda, hogy megértjük, ha szépen bánunk a többi gyermekkel, örömet szerzünk Istennek. De hogyan is válhatna a legfelsőbb atya elégedetté, ha folyton ki akarjuk egymást zsákmányolni és erőszakot követünk el egymás ellen? És ha Isten nem elégedett, hogyan is remélhetnénk a világ számára békét és bőséget? Az állatok is Isten gyermekei, noha értelmük fejletlen. Olyanok ők, mint a saját gyermekeink, akiknek az értelme és a beszéde még nem alakult ki teljesen, s megvédeni se tudják még magukat. Egy családon belül az erősebb feladata, hogy megvédje a gyengébeket, és rettenetes bűnnek számít, ha az erősebb és idősebb báty kínozza vagy megöli karon ülő testvérét. Milyen feldúlt és dühös lenne az apa? Az állatokkal is úgy kell bánnunk, mint kisebb testvéreinkkel, meg kell őket védenünk, és nem szabad őket kihasználnunk, vagy a húsukért leölnünk. A Krisna tudat révén, ha megértjük, hogy Isten minden élőlény legfelsőbb atya, a testvériség és az élőlények közti harmónia valósággá válhat. Sok-sok csodálatos beszédet hallottunk a mai napon. A nagyra becsült résztvevők nemes gondolatait hallgatva úgy érzem, elmém megvilágosodik. Hallottunk arról, hogy mennyire fontos az összes élőlény iránti szeretet, együttérzés és megbecsülés. Hallottunk azokról a kegyetlen és erőszakos tettekről, melyeket a kevésbé szerencsés élőlényeknek kell elszenvedniük. Szembe kell azonban néznünk a valósággal. Azzal, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem képes úgy szeretni, ahogyan kellene, aki nem képes az együttérzésre és a tiszteletre. Hogyan kelthetjük hát életre a szeretetet és azokat a nemes érzéseket, melyeket értékesnek tartunk? Léteznie kell valamilyen módszernek. A Gita és a világ más szentírásai arról világosítanak fel bennünket, hogy az Isten szeretet felélesztéséhez, melynek természetes következménye, hogy minden élőlényt szeretünk, szükséges egy lelki folyamat követése. A jelenlegi korszak számára javasolt legmegfelelőbb módszer pedig nem más, mint Isten szent neveinek az éneklése. A védikus szentírások szerint Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama Iva Kévalam, Kalaunasti Eva Nasti Eva Nasti Eva Gatir Anyata. A szent nevet kell énekelnünk, a szent nevet kell énekelnünk, a szent nevet kell énekelnünk. Kali korszakában, a jelenkorban más út nem vezet el a sikerhez. Brihan Naradiya Purana 3.8.126. A Korán is arra biztat, hogy énekeljük Isten neveit. Sok éven keresztül jártam Pakisztánba, hogy megismertessem a Krisna tudatot az ott élőkkel, és örömömre szolgált, hogy nagy tudású muszlim barátokra tettem szert közben. A hinduk Vishnu Sahasra námájához, Vishnu ezer neve, hasonlóan a muszlimok is tudnak Isten 99 nevéről. A Korán 7.180 azt mondja, a legcsodálatosabb nevek Isten nevei, látogass hát el hozzá általuk. A művelt muszlimok azt is tudják, hogy életüket beteljesíthetik azzal, ha haláluk óráján Isten szent nevét éneklik. Muszlim barátaimtól emellett azt is megtudtam, hogy a vegetáriánus részét képezi a Korán tanításainak, és találkoztam egy muszlim orvos könyvével is, mely a vegetáriánus és a Korán címmel látott napvilágot. A Biblia is arra utasít, hogy cintányérok és dobok kíséretével dicsérjük az Úr nevét. Buddha tanításai szintén Isten szent neveinek éneklését javasolják. Mindenki, aki őszintén szólítja nevemet, halála után hozzám jut, és én a mennyországba viszem. Amitába Sutra 18. Isten szent nevének éneklése tehát egy egyetemes módszer, melyre minden szentírás felhívja a figyelmünket. Nagy szavainknak nem lehet sok eredménye, ha nem folyamodunk egy olyan, a gyakorlatban alkalmazható módszerhez, melyen megtisztíthatjuk szívünket a gyűlölettől, a dűtől és az erőszaktól. Ezért minden jelenlévőhöz intézett kérésem. Sokan önök közül fontos, irányító szerepet töltenek be az emberi társadalomban. Akinek pedig nincs ilyen nagy hatalma, annak is befolyása van a saját társadalmára, közösségére és családjára. Kérem, gondolkodjanak el azon, milyen nagy szükségünk van Isten szent neveinek éneklésére, hogy megtisztítsuk szívünket attól a bűnös késztetéstől, hogy erőszakot kövessünk el más élőlények ellen. A világ minden részén, a gyakorlatban is megtapasztaltuk,
Milyen hatása van, ha Isten neveit énekeljük? A védikus irodalom elmagyarázza, hogy ebben a korban, Kali korszakában maga az Úr, Sri Krishna jelenik meg, Sri Krishna Chaitanyaként. Chaitanya Mahaprabhu 500 évvel ezelőtt megjósolta. Pritivitte ace yata nagaradi grama sarvatra prachara hoibe mora nama. Minden városban és faluban énekelni fogják a nevemet. Az ISKCON alapítójának és lelki tanítómesterének, őisteni kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupádának nagy szerepe volt abban, hogy az Úr Chaitanya vágya és jóslata valóra váljon. Hogy mi lett ennek a világra szóló éneklésnek a következménye? Olyan emberek, akik számtalan rossz szokás rabságában éltek, felhagytak bűnös tetteikkel és betartják az emberi élet szabályozó elveit. Nem esznek húst, halat és tojást, nem fogyasztanak kábító és mámorítószereket, nem játszanak szerencsejátékot és nem élnek tiltott nem életet. Olyan emberek, akikben fel sem merült, hogy a húsevés helytelen, hiszen gyermekkoruktól a húshoz szoktak, vegetáriánusok, mi több, krisnáriánusok lettek, és csak olyan ételt fogyasztanak, amit felajánlottak az Úrnak. Ilyen hatalmas ereje van, ha Isten neveit énekeljük. Úgy vélem, hogy hőn áhított vágyunk, az élőlények tisztelete és a szükségtelen erőszak megfékezése csak akkor válhat valóra, ha az emberek javarésze Isten szent neveinek éneklésébe kezd. Nagyon szépen köszönöm. Hare Krishna. Sri Bari Malotra közbevetette. Miért is nem éneklünk mindannyian? Így folytattam. Isten nevét nem vallási felekezetek birtokolják. Nincs különálló Isten a hinduk, a muszlimok vagy a keresztények számára. Egyetlen Isten van, aki mindannyiunk legfelsőbb atya. Ő nem hindu, keresztény vagy muszlim. Ő a legfelsőbb lélek. Énekeljük most együtt a Hare Krishnát, utána pedig önök közül bárki átveheti a vezetést, hogy közösen énekeljük Isten más neveit is. Úgy vezettem a Hare Krishna mantra éneklését, hogy a közönség először a mantra első két szavát énekelte, majd 4-et, 8-at és végül 16-ot. A közönség soraiban ülő hölgyek és urak, különféle vallások neves képviselői szinte valamennyien felálltak és tapssal kísérve énekelték. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Magamban azt gondoltam, a konferencia most már tényleg sikeres. A résztvevők énekelték Krishnának, minden élet forrásának szent neveit. Következő fejezetben a Hare Krishna éneklésének hatalma című fejezetet fogom felolvasni. Ja. Még két fejezet van hátra ebből a könyvből. Véda a kelet bölcsessége Ki Jai, Giri Rádzsa Swami Prabhupád Ki Jai, Jai Nitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda Ki Jai. Nem állítottam. De így betorzul a hang, szóval ezért szoktam megállítani. Köszönöm, hogy meghallgattál, következő részben hamarosan találkozunk. Ugye ennek mondtam is, a Hare Krishna éneklésének hatalma lesz a címe.